Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, augusztus 6-án, hétfőn. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Ketten már hazamehettek, két ember elhagyhatta a kórházat a pénteki balatoni villámcsapás sérültjei közül. Szinte kiürült a város, a tomboló kánikula miatt alig voltak emberek a kanizsai utcákon a hétvégén. Urunk színe változása, búcsúi mise volt tegnap a Förhinci kápolnában. Most pedig a részletek és további híreink. Két embert már hazaengedtek a kórházból a balatoni villámcsapás négy sérültje közül. A villám pénteken, kora délután csapott egy fába a Gyenes-Diási strandon. A sérülteket a helyszínre kiérkező mentők azonnal ellátták, majd három embert a keszthelyi, egyet a szombathelyi kórházba vittek. A legsúlyosabb állapotban egy középkorú nő van. Hirtelen csapott le a Gyenes-Diási strandra az a vihar, ami négy strandolót sebesített meg múlt hét péntek délután. Hármójukba egy villám csapott, mialatt menedéket próbáltak keresni egy fa alatt. A negyedik sérült elesés miatt került könnyebb fejsérülésekkel kórházba. Hirtelen feljött a vihar. Én már láttam, és mivel tegnap hallottam, hogy két órán keresztül szakadt az eső, így behúzottunk a pizzériába az étteremben. És amíg ott fogyasztottunk, addig egy hatalmas csattanást és dörgést észleltünk, mindannyian megijedtünk, és hát utána már csak azt hallottuk, hogy jön a mentőhelikopter. A sérülteket a helyszínen azonnal ellátták, majd három embert Keszthelyre, egyet Szombathelyre szállítottak. Szakértők azt javasolják, hogy a villám csapás környezetébe kerülünk, a magunkon vagy magunknál lévő fémtárgyaktól szabaduljunk meg, és ha tudunk, akkor a legbiztonságosabb dolog, jussunk el a saját autónkig, fogadjunk be esetleg másokat, és a legbiztonságosabb hely villámcsapáskor egy autó, ez egy fizikai fogalom, Faraday kamra szerűen működik, aki bent van, azt nem éri a villámcsapás. A négy sérült közül kettő már hazamehetett. Az egyetlen férfi sérült állapota kielégítő, őt a szakma szabályai szerint áthelyezték a megyei kórház kardiológiájára, az információk szerint jól van. Nála azt vizsgálják, hogy az áramütés miatt felléphetnek-e késői szövődmények. A legsúlyosabb sérült egy középkorú nő viszont továbbra is válságos állapotban fekszik a szombathelyi kórházban. Tovább tombol a hőség, a következő napokban is marad a kánikula, enyhülés csak hétvégére várható. Az elmúlt héten már megmutatta igazi arcát a nyár. Aki tehette, a nagy melegben valamelyik vízpartot kereste fel, ezért szombatra és vasárnapra a város is szinte teljesen kiürült. A csaknem 35 fokban különösen fontos, hogy figyeljünk a folyamatos vízfogyasztásra, valamint ne tartózkodjunk délelőtt 11 és délután 15 óra között a napon. Szinte a levegő is alig mozdult meg a 36 fokos melegben. Igazi forrósággal köszöntött be a nyár, ezért az elmúlt hétvégén a nagy hőségben csak egy-két ember merészkedett ki Nagykanizsa utcáira. A kisfiamnak fájt a foga, és be kellett jönnünk egy ilyen fájdalomcsillapítóért, úgyhogy most megyünk majd lassan hazafelé, csak kicsit megpihentünk itt a hűvösben. Múlt héten másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ezért az ország több pontján, köztük Nagykanizsán is hűsítő pontokat jelölt ki a katasztrófavédelem. 36 fok, ahogy néztem. Kijöttünk egy kicsit hűsölni ide a vízeséshez, és még viszem haza a lányzót. Az előrejelzések szerint a kánikula péntekig kitart, ezért aki teheti, ne tartózkodjon délelőtt 11 és délután 15 óra között a napon, valamint figyeljen a folyamatos folyadék és sópótlásra. Búcsúi misére hívta a szőlősgazdákat és a hegybirtokosokat vasárnap délben a harangszó Förhincen. Augusztus 6-a Urunk színe változása alkalmából a híveket Kiskanizsa plébánosa várta. A barokk stílusú műemlékkápolnának két búcsúja is van, az egyik májusban, a másik augusztusban. Nem véletlenül kerültek szőlőhegyek tetejére a hasonló titulusú kápolnák. A Balaton környékén van még egy-két hasonló korabeli kisebb templom, amelyet a szőlős gazdák építettek. Nagy Vendel plébános Szent Márk evangéliumához kötve mondott példabeszédet. A színeváltozás felkészíti az apostolokat a kereszthordozásra. Így is mondjuk, hogy megerősíti őket. Nem csak egy felemelő érzés, amikor szeretnénk megállítani az időt, mert jó elmerülni benne. Fiatalok, szerelmesek, jegyesek, fiatal házasok. Szeretnénk megállítani az időt. Az nagyon jó,
Nem csak jó volt ez a találkozás, ez a jelenlét Jézussal, hanem az isteni boldogság is volt a tanítványok számára. A szőlőhegyeken a zsendülés ünnepe kötődik a jeles naphoz. A gazdák számára ez általában fontos időpont. Ilyen tájt, amikor ez az augusztus 6-ai ünnep van, akkor szólal meg a szőlő is. Hát idén ez teljesen nem igaz, mert lényegesen előbb volt már a zsendülés, tehát a kék szőlők közül már a kései, a Cabernet Sauvignon is, ami október végén születelendő általában, már azok is kékek. Majdnem teljesen kékfürtök vannak, ami máskor, ilyenkor szokott csak kezdődni, de a fehér szőlőkben is, a legkorábbiakon kívül ilyenkor már sárgulnak a szőlők. Ma ez nem igaz teljesen, mert már vannak olyan fajták, amik teljesen égettek. A szakember arra is felhívta gazdatársai figyelmét, hogy folyamatosan mérjék az érő fajtáknál a savcukor egyensúlyt. A hőség hatására ugyanis víz fogy a bogyókból, ezért lekötődnek bizonyos savak. Kapkodni nem érdemes, de fontos a fokozott odafigyelés az ültetvényeken. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Nagykorú lett a rendezvény, már 18 éves a Tótszerdahelyi Rétes Fesztivál. Győzelmek! Az FC Nagykanizsa már élesben, a Kiskanizsa még a felkészülési időszakban nyerte a hétvégi foci meccset. Évszázadok fegyverei! Kanizsán rendezték az Elöltöltős Lövészek országos bajnokságát. Nagykorú lett a Szerdahelyi Rétes Fesztivál, a rendezvényt már 18. alkalommal szervezték meg Tótszerdahelyen. A csaknem két évtizedes hagyománynak és a kapcsolatok ápolásának köszönhetően nem csupán a környékbeli településekről, hanem a határon túlról is több csapat érkezett, hogy versenybe szálljon a rétesek versenyén. A délelőtti órákban nyitották meg hivatalosan a fesztivált, az illatok azonban akkorra már csalogatták az érdeklődőket. A Mura régiója az utóbbi időben rendkívüli módon felértékelődött, fogalmazott köszöntőjében Bene Csaba, a Zala megyei közgyűlés alelnöke. Mint mondta, a két nemzet és a környékbeli települések több szállal kötődnek egymáshoz. Magyarok és horvátok mindig együttműködésben és békében éltek itt, és így szeretném megragadni az alkalmat, hogy a horvát vendégeinknek gratuláljak a labdarúgó csapatuk világbajnoki második helyezéséhez. A fesztivál egyik állandó résztvevője az országos horvát önkormányzat elnöke. Gugán János köszöntőjében úgy fogalmazott, azért jött létre számos szervezet és intézmény, hogy segítsen a zalai horvátságnak megőrizni anyanyelvét és kultúráját. Nagyon fontos, hogy a gasztró kultúránkat is megőrizzük. Ennek egy nagyon szép példája ez a fesztivál, és én további sok sikert szeretnék kívánni most már a nagykorú fesztiválnak. A határon túli települések csapatai között a Donyi Vidoveci asszonyokkal is lehetett találkozni. Ők is állandó résztvevői a fesztiválnak, a tradicionális horvát sütemények mellett természetesen többfajta rétest is készítettek. A mai napon hagyományos, tradicionális ételeket fogunk készíteni, tökösmákos és túros rétest. Természetesen vannak titkaink és portéjaink a rétes készítéssel kapcsolatban, hiszen a cél a legjobb eredmény elérése. Éppen ezért a titkainkat nem szeretnénk elárulni. Idén is igazi gasztronómiai és kulturális kavalkád várt a Tótszerdahely vendégeit. Az étkekről a csapatok gondoskodtak, a hangulatról pedig a környékbeli fellépők és a sztárvendégek. Remekül kezdte NB3-as szereplését az FC Nagykanizsa. A magyar labdarúgás harmadik vonalába 5 év szünet után visszatért együttes, rögtön rangadót nyert az osztály másik zalai csapata, az András Hida ellen, ráadásul idegenben. A győztes kanizsai gólt a Hidától nyáron igazolt Major lőtte az első félidő hajrájában. Az FC Nagykanizsa ezzel a sikerrel az 5. helyen nyitotta harmadosztályú menetelését.
5-3-ra nyerte a Kiskanizsa a Gelse elleni edzőmeccset. A gólgazdag mérkőzésen a megyei első osztályban szereplő Sáskák a megyei másodosztályban játszó Gelsét fogadta. A hazaiak fölénye már az első félidőben megmutatkozott. Az első találat büntetőből született, de további két alkalommal landolt a labda a vendégek hálójában. Az első 45 percben Lukács István, Varga Dávid és Piecs László voltak eredményesek. A második játék részben feljött az ellenfél, játékosai háromszor is betaláltak a házigazdák kapujába, de az előny ennek ellenére is a hazaiaknál maradt. A végeredmény 5-3 lett a Kiskanizsa javára, a hazaiak közül ismét Lukács szerzett gólt, de betalált még Póka Ferenc is a gelsőiek hálójába. A Sáskák legközelebb jövő vasárnap játszik, akkor a Zalalövőt fogadják majd kupameccsen. Kanizsán küzdöttek egymással a történelmi lövészsportok szerelmesei. Magyarország legjobbjai, köztük világbajnokok érkeztek a városba, hogy részt vegyenek az országos bajnokságon, mely 3 napig tartott. Az Elöltöltös Lövészek Szövetsége 16 éve alakult, azóta rendezik meg a nívós versenyt. A résztvevők történelmi korokat idéző fegyverekkel szálltak versenybe. A szóban forgó fegyverek történelme több évszázadot ölel fel, a 16. századtól, amikor megjelent a lőpor, egészen a II. Világháború befejezéséig. Évről évre mélyebb a merítése, hála jó Istennek ennek a sportnak, és megjelennek a fiatal versenyzők is, hisz ők is láttak és olvastak már Winnetou filmet, vagy könyvet, vagy egy kis Carmine regényt. Mindenkinek nagy szerelme az alsó kulcsos puska, úgyhogy egyre több a fiatal versenyzők is. Szinte az ország minden pontjáról érkeztek versenyzőink. Ha jól tudom, a legmesszebbi nyíregyházi versenyzőnk, aki jött, de Tóth Komlósról, Szegedről, Szolnokról, Budapestről, és nyilvánvalóan a környező régióból is nagyon sokan érkeztek, összesen 71 versenyző van. A szövetségnek 100-120 olyan aktív tagja van, akik folyamatosan járnak versenyekre, nemzetközi szinten pedig 20-25 lövész képviseli Magyarországot. Idén például Eisenstadtban, itt közelünkben lesz a világbajnokság, és nagyszerű, hogy minden idők legnagyobb csapatával tudunk majd részt venni. Általában a magyar csapat az mindig egy 2-3-4 érmet hoz nemzetközi megmérettetésekről. Ebben viszonylag kevesebb azért az egyéni szám, ott sokkal nehezebb azért sikert elérni, de a csapatszámokban azért ott vagyunk most már. Vannak olyan csapatszámok, amiben kifejezetten számolni kell velünk. A budapesti többszörös világbajnok Mészáros Gyula sok évvel ezelőtt lett a sporták szerelmese, köszönhetően Terence Hillnek és a Nevem Senki című filmjének. Nettó hobbi lövészettel kezdődött. Aztán gyakoroltunk is edzővel, amikor az első világbajnokságra kimentünk, és akkor azóta gyakorlatilag versenyzünk. A közelgő világbajnokságra nagy reményekkel készülnek a lövészek, amelyhez kitűnő edzést és felkészülést biztosított a 3 napos kanizsai bajnokság. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Ketten már hazamehettek, két ember elhagyhatta a kórházat a pénteki balatoni villámcsapás sérültjei közül. Szinte kiürült a város, a tomboló kánikula miatt alig voltak emberek a kanizsai utcákon a hétvégén. Urunk színe változása, búcsúi mise volt tegnap a Förhinci kápolnában. Ez volt a Kanizsa TV híradója augusztus 6-án, hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!